kosher étkezési előírások, azok a Bibliában található, Mózes harmadik könyvében, negyedik könyvében több helyen. Ami a kosher háztartás vezetését illeti, engem ez érdekel talán a legjobban. Nagyon sokat olvastam róla, de személyesen természetesen még családnál nem voltam, és hát megtisztelő, hogy egy rabbi családját látogathattuk meg. Amit lehet látni itt a konyhában, hogy van a teljes rész és a húsos rész, ugyanúgy minden megvan duplázva. Különösebb elvárásom nem volt, viszont rendkívül módon érdekelt, hogy valamilyen betekintést nyerhessek a zsidóság életébe, itt Magyarországon, Budapesten. A legfontosabb intézménye a zsidóságnak. Annyira fontos, hogy legyen mikvéje egy zsidó közösségnek, hogy régen, hogyha valahova letelepedett egy közösség, akkor amit először építettek, az a mikve volt. Most az edénymerítő részében vagyunk a mikvének. A mikvé, ami nagyon érdekelt, arról kevesebbet olvastam, vagy kevesebbet lehet olvasni, és hát így az Eszter elbeszélése alapján azért helyre raktam az információt, nagyon érdekes volt. Párszor jártunk már erre a párommal, mindig arról beszéltünk, milyen jó lenne, hogyha belülről is láthatnánk valamennyit legalább belőle. Múltkoriban betértem egy vendéglőbe és sóletet rendeltem, különös ételt kaptam, babból készült, hús is volt benne. Az egész valami méregerős, paprikás, fokhagymás lében úszott, némileg a mexikói chili con carne-ra hasonlított. Én zsidó vagyok, szüleim is azok voltak, és ugyan mi vallásosak nem voltunk soha, de nekem nagyon-nagyon sokat adott ez a kis túra.